együtt itt lehetünk, és kereshetjük az Istent. Úgyhogy mielőtt elkezdenénk a dicsőítést, imádkozunk egyet. Édesatyám, csak hálát adok neked. Köszönöm a mai estét. Köszönöm, Uram, hogy bár semmi jó nincs bennünk, te mégis annyira szeretsz minket. Köszönöm, Uram, hogy a népeddé választottál. Köszönöm, Uram, hogy harcolsz értünk. Köszönöm, hogy a te jelenlétedet nem vonod meg tőlünk. Hogy aki keres téged, aki segítségű hív téged, Uram, az megtalált téged, és azt te megsegíted. Uram, alázatos szívvel és háladásra jövünk eléd. És csak a te neved akarjuk fölemelni ma is. Ma is, Uram, csak a trónod előtt, Uram, gyönyörködni szeretnénk benned. Mert élő Isten vagy. És megadtad a lehetőséget, hogy a te néped jöhessen hozzád, és imádjon téged. És ez, Uram, ez a mi életünk értelme. Hogy ott legyünk a jelenlétedbe, és hálát adjunk neked. És imádjuk az Istent az ő trónján. Köszönjük, Uram. Köszönjük ezt a lehetőséget, és megragadjuk a mai estét is, Uram, hogy ünnepeljünk téged. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
You're the author of my life. You're the friend of sinful man. You're the holy, mighty God. You're the ever great I am. You're the lover of my heart. You're the God who came to save. Thank you for the cross and the life you gave. Wonderful, powerful, you're wonderful, you're powerful. Jesus is your name, oh hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are the everlasting. Sing your
Shame on
is before me, I can only imagine. Jesus, I can only imagine.
mit érzek? Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár? Talán csendben csodálok, vagy a lábam táncot jár, vajon térdemre hullok, vagy állva nézek rád, Alleluját kiáltok, vagy elnémul a szám, vagy csak álmodom a Thank you.
Hosanna, 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 Hosanna fenn a mennyben. Hosanna, Hosanna, Hosanna fenn a mennyben. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna. We bring praise to you, Jesus Christ, our Savior. We sing Hosanna in the highest. Jesus, we praise your name. Pray that you would let your voice be heard tonight. And I pray that the words that you speak would penetrate through hearts tonight. Because the words that you speak are living and they're powerful. So Jesus, come in all your glory. With your grace, with hope, and with mercy, come. And would you just cover every heart tonight? God, I know some people don't understand a word that's coming out of my mouth right now. There's no translation. But I pray that you would be the ultimate translator tonight. Speak words of heaven that no man can hear, but that are so powerful. They change our lives, we pray, God. Be here among us. We worship you, Jesus, in your name. Amen. Amen. Please be seated. Jó estét mindenkinek. If you need an English translator, please raise your hand. Okay. Just go to the back and Anima's helps you. Just pick up the radio and have a possibility to listen to your language. Mindenkit üdvözlünk a
akik esetleg most érkeztek, vagy a koncert alatt, a dicsőítés alatt, és az internet előtt is bejelenteni való. Állítólag nem biztos, hogy ezt ma forgalmazzuk. A végén kiderül, nézzétek meg, ez egy vasárnap estés klasszikus dicsőítő és audio CD együttes, ami 9 nagyszerű dicsőítőszámot éneket tartalmaz. Ha este végén találkoztok ezzel a 22-es információs asztalnál, akkor vegyétek meg, hanem akkor elnézést kérek, hogy bejelentettem. De a lényeg az, hogy nehogy az legyen, hogy forgalmazzuk, aztán nem fogom elmondani. Jó. Más bejelentőmálók szerintem nincsen. De imádkozzunk. Édesatyám, csak leborulunk előtted, és valóban segítségű hívunk téged, hogy segíts meg minket. Segíts meg, Uram, hogy lerakjuk a terheinket. Segíts meg, Uram, hogy sütkérezzünk a te jelenlétedbe, Uram. Hogy elfelejtsük azt a sok hazugságot, amivel nap mint nap, Uram, telve van a mi fejünk, Uram, és a szívünk. Hogy megüresítsük magunkat, hogy valóban friss eledet tudjál nekünk adni, Uram. Uram, szükségünk van rád. Kérlek, Uram, hogy jöjj és látogass meg minket. A te dicsőségedet keressük. Téged akarunk megtalálni. Téged akarunk fölemelni. Hiszen te vagy az életünk értelme. Te vagy, ami megváltunk. Te vagy Izrael szentje. Te vagy az egyetlen messiás. Te vagy az életnek a forrása. Te vagy az örök élet. És megtaláltál minket. És hálásak vagyunk. És ma is csak imádni akarunk téged. Uram, én kérlek, nyisd meg a te beszédedet, és te nyisd meg a mi szívünket is. Hadd hújon be, Uram, a te örök beszéded is, hadd lenni élet a mi számunkra. Erősítsél minket, Uram, táplálj minket, hozzánk illő eledellel. És mi újongva ünneplünk téged, a szabadítás Istenét, a dicsőségest, az egyetlent. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Jézus idejében a zsidók kiváltságosnak tekintették magukat. Azt mondták, hogy mi vagyunk Ábrahám gyermekei, mi vagyunk azok, akik ismerjük az Istent. Mi vagyunk azok, akik a helyes Isten tiszteletet tartjuk. Mi vagyunk a vér szerinti leszármazottjai annak az embernek, akit Ábrahámnak hívnak. Mi vagyunk a különlegesek. Mi vagyunk a kiválasztottak. És ti, akik nem azok vagytok, azok igazából csak másodlagos emberek vagytok. Egy nagyon erős öntudatuk volt, hogy ők Ábrahám gyermekei. Ha ellapozunk az első Mózes könyvének a 12. részéhez, akkor találkozunk ott ezzel az Ábrahám nevezetű úriemberrel, és a 12. résznek az első versében éppen ott tartunk, hogy Ábrahám ott hagyta azt a kultúrát, ott hagyta azt az istenimádatot, azt a bálványimádatot, ott hagyta azt a gondolkodásmódot, azt a körülményt, amit ő körülvette, és elindult az ő családjával, az ő édesapjával és rokonságával, és ott hagyta Ur Kasdímot, és eljutott Háránig. És ott meghalt az ő édesapja, és akkor tovább indult. Eddig a pontig ő megtelt körülbelül 1000 kilométert. És innen, mire eljut arra a földre, amit Kánaannak hívnak, még másik 750 kilométert tesz meg. Mondhatnánk azt, hogy egy hosszú utat. Itt Háránban meghal az ő édesapja Táré, és amikor ez az ő édesapja meghal, akkor tovább indul,
hogy elmenjen arra a földre, ami miatt ő ott hagyott mindent. Ott hagyta azt a kiszámítható, kalkulálható életet, ami az ő élete ott volt, az ő szülővárosában. Hogy elmenjen egy olyan helyre, amiről nem tud semmit. És elmenjen egy olyan úton, ahol sohasem járt. Minden biztosat ott hagyott, hogy egy bizonytalant megnyerjem. És a 12. rész első versében az Úr mond valamit Ábrahámnak, akit itt még Ábrámnak hívnak. Az Úr ezt mondta Ábrámnak, menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyját teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Tehát nem egy fiatal emberről beszélünk. Mondhatod azt, hogy valaki 75 évesen nagyon fickándozzon, örül, hogy még él. Ez az ember meg éppen egy óriási hitpróbán megy keresztül, hogy ott hagyott mindent, ami volt, ugye egyszer már letelepedett Háránban is, és most újra azt mondja az Úr, hogy na, szedjél föl mindent, ami a te házad népé és a tied, szedd össze a sátradat, és menjél el Kánaánba. És mondd valamit neki, mégpedig azt mondja, hogy nagy nép leszel, megáldalak, nagy lesz a neved, hogy te leszel az, akit az áldásnak hívnak. És aki úgy viszonyul hozzád, hogy a te javadat akarja, hogy aki áldást ad a te életedre, az áldott lesz, aki pedig gyaláz téged, aki a te ellenségedként jön feléd, az meg átkozott lesz. Egy ütköző zóna leszel. Te leszel az az ember, aki áldást vagy átkot fog hozni emberek életére, attól függően, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzád. Sőt, még tovább megy az Úr, és azt mondja Ábrámnak, hogy a föld minden nemzetsége. Ebben benne van minden ember, mert valamilyen nemzetségbe tartoznak. Ezen az emberen keresztül kap áldást. Hát én nem tudom, hogyha én találkoznék az Úrral, és ilyet hallanék, én hogy reagálnék. Hiszem, hogy Ábrahám nagyon örült ennek a nyilatkozatnak, ennek a kijelentésnek, ennek az ígéretnek. Mert nagyszerű dolgokat kapott. Hogy nagy nép lesz. Hogy nagy lesz a neve. És hogy minden nemzetnek az áldása belőle fakad ki. És ugye azt látjuk, hogy Ábrám elment, és követi az Urat, ahogyan ő ezt kérte tőle. Egy engedelmes ember volt. Az első lépéstől kezdve, ő amióta találkozott az Úrral, és kihívta őt a szülővárosából, a mai napig, legalábbis ahol most vagyunk vele, ahon tovább indul, és élete utolsó idejéig is, ő engedelmes volt az Úrnak. És ebben az engedelmességben ő növekedett. Egyre nagyobb dolgokat kért tőle az Úr. Egyre inkább olyan dolgok felé vitte el az ő életét, amely egy-egy részletében is teljesen lehetetlennek tűnt. De Ábrahám elhitte azt, amit az Isten mond. Elhitte azt, hogy ha az Isten mond valamit, akkor ezt komolyan gondolja. És a 15. részben, az 5. vers, a következőt mondja, azután kivezette az Úr, és azt mondta, tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt. A történetet mindenki nagyon jól ismeri, hogy van egy nagyon öreg ember, akinek az Úr azt ígéri, hogy gyereke lesz, de gyerek sehol nincs. És kiviszi az Úr? Egy éjszaka, és azt mondja, nézzél fel az égre.
Látod? Ezt látom. Meg tudod számolni a csillagokat? Nem igazán. Na, ennyi gyermeket lesz. És Ábrahám reakciója következő volt. Rendben. Jó. Hitt az Úrnak. Nem kételkedett abban, hogy amit az Úr mond, az úgy lesz, vagy nem úgy lesz. Elhitte. Mondhatni azt is, hogy gyermeki hite volt. Mert egy 90 éves embernek komoly érveket kell mondanod, hogyha meg akarod győzni arról, hogy neked bizony annyi gyereked lesz, mint égen a csillag. Tudományos érvekkel lehetetlen lett volna meggyőzni Ábrahámot, hogy ő bárkinek is az apja lesz. De ő Istennel beszélgetett, és Isten azt mondta neki, hogy ez így lesz. És Ábrahám meg elhitte. És tudjátok, mi lett ennek a következménye? Hogy ezt elhitte. Ez igazságú számítatott be neki. Nem a cselekedetei, hanem a hite. Hogy hitt Istenbe. Hogy bizalommal volt Isten felé. Hogy szerette őt, és engedelmes volt neki. És azt mondta, hogy bár lehetetlen, mert az én testem olyan, mint ami már elhalt. De ha te ezt mondod, hogy nekem annyi gyermekem lesz, és utódom lesz, mint az égen a csillag, akkor ez úgy lesz. Mert te nem vicceltél akkor sem, amikor engem elhívtál. És te nem vicceltél akkor sem, amikor tovább vittél. És te nem viccelsz soha. Te, amit mondasz, azt komolyan gondolod. És ha te azt várod el tőlem, hogy én ezt elhiggyem, akkor ezt el fogom hinni. Mert amikor Ábrahám ezt elhitte, és fölnézett az égre, és azt mondta, hogy örülök neki, és köszönöm, akkor felszabadította Istennek a tekintélyét arra, hogy ez a hit működésben lépjen. Mert Isten a hitet tudja megáldani. Ezért volt annyira különleges ember Ábrahám. Ezért nevezik őt úgy, hogy a hit atya. Ezért volt ő annyira fölemelve a későbbi generációkban is, hogy mi Ábrahám gyermekei vagyunk, mert ő elhitte azt, hogy amit Isten mond, az komolyan gondolja. És bár az elkövetkezendő években, és most nem fogunk teljes számadást adni Ábrahám életéről, ez a hit, ez megpróbáltatottán. És tudjuk, hogy Ábrahám megpróbált segíteni, meg mindenféle rafinált dolgokat is előadott. A hit megpróbáltatik, és sok nehézség van, ami körülveszi. De ha mi nem limitáljuk le Istennek a lehetőségeit a mi hitetlenségünkkel, akkor ott csodálatos dolgok tudnak megszületni. Akkor az ő ígéretei a lehetetlen körülmények ellenére is megvalósulhatnak. És Ábrahám példája nagyszerű. Nem véletlen, hogy a Biblia sok-sok fejezeten keresztül taglalja az ő életét, és az Új Szövetségben is számtalan visszautalás van arra, hogy Ábrahám példája milyen nagy volt, és már erről egy pár dolgot meg is fogunk nézni. Én azt gondolom, hogy a hívők, akik valóban hisznek Istenben, és az ő beszédében, azok valamilyen szinten Ábrahám szellemi utódai. Akik hisznek abba, hogy Isten jót akar, és meg akar engem jutalmazni. Akik hiszik azt, hogy ő létezik, és hitáltal meg lehet ragadni olyan dolgokat, amik lehetetlennek a valós világban. Akik megragadják Isten ígéreteit, akik megragadják az ő kegyelmét, és akik elhagyják az addigi gondolataikat, az addigi életformájukat, az addigi napjaikat, és hitáltal kezdenek el élni. Akiknek fontosabb minden másnál az, hogy Isten szava mit mond, és hogy most már az ő céljai értelnek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy példa minden ember számára, akár a mai életben is. És Ábrahámnak gyermeke született. Nagyon nagy hírt mondtam, senki nem ismeri a történelmet. Igen, Isten megtartotta a szavát, és igazság lett, és rengeteg utóda lett.
És a vér szerinti gyermekeit, akik a zsidóságot képviselik, Isten nagyon szereti. Mint kiválasztott népét, őrzi és óvja. Úgy szereti őket, mint a szeme fényét. És ne felejtsük el, hogy azt a földet, amit Ábrahámnak ígért, azt az ígéretet megtartva, odaadta Ábrahám utódainak, a zsidóknak, akik ezt a földet birtokba vették, és ezen a földön éltek, és imádták az Istent. Mert a zsidóságnak adattak a törvények, a proféták, az ünnepek, sőt, Isten szövetsége annyira mély volt a zsidósággal, hogy a názareti Jézus Krisztus zsidóként született meg erre a földre. Sőt, a történelem minden idejében védelmezte őket, mint az ő saját megszerzett népét, akiknek az Istenük. És amikor hallgattak rá, és segítségül hívták, akkor megsegítette őket, és megáldotta őket. És bár amikor elfordultak ellene, és fellázadtak ellene, akkor megfenyítette és megtisztította őket, de nem felejtette el őket, és nem felejtette az ő ígéreteit, amit Izraelnek adott. Egy nagyon mély és egy nagyon szeretetteljes közösségben volt Isten az ő népével. A római levél 11. részében, ha elmegyünk, akkor egy olyan kép tárul elénk a 17. verstől kezdődően, amely Izraelt egy gondozott, egy megszédített olajfához hasonlítja. Ez az olajfa, az az olajfa, aminek a kertésze a mindenható Isten, és aki kiválasztotta magának ezt a fát, elültette, amelyre nagyon vigyáz, és amelyet gondoz, hogy szép legyen, hogy jó termése legyen, hogy ezek az olajbogyók, azok egészségesek legyenek. De Istennek egy hatalmas terve kibontakozott, mégpedig ebben a képben a következő módon, hogy rengeteg vad olajfa nőtt. És Isten látta ezeknek a kinézetét, és kitörte ezeket abból a gyökérzetből, amiből voltak, és megvágta a saját olajfáját, és beleoltotta ezeket a vadágakat, és rákütözte őket, hogy bele nőjenek ebbe a fába, és mint egységet ebből a fából újfajta életet kapjanak, hiszen újfajta tápanyagot kapnak egy új gyökérzetből. Nem egy új fát ültetett a kereszténységgel, hanem mint a vadágakat beültette az ő szelíd olajfájába, amelynek a gyökerei, amelynek a törzse, és amelynek az ágai az a zsidóság volt. És kiárasztotta az ő kegyelmét, hogy mindazok, akik hajlandóak arra, hogy elfogadják őt, és szeretettel jönnek hozzá, azok életet kapjanak ebből a fából. De a 11. rész, 17. verse a következőt is leírja nekünk. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre, beoltatták közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van. Azok hitetlenségük miatt törettettek ki, te pedig hitáttal állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Az a táplálék, amely Istennek a fáját élteti, az ő örök beszéde, az ő szelleme, az ő kegyelme, az ő szeretete, az ő jelenléte, az ő lénye. Ő élteti az ő fáját. És mi
hitáltal megragadhattuk ezt, és részesülhettünk ebből. És valóban a zsidóság nagy része letörettetett az ő hitetlenségük miatt. De azt mondja a római levél 11. része nekünk, hogy mi ne legyünk felfúválkodottak, ne kevékedjünk. Ne viselkedjünk úgy, mintha csak mi számítanak. Hiszen mi egy beoltották vagyunk, akik kegyelmet kaptak. Sőt, azt üzeni nekünk, hogy legyél szelíd és alázatos, és imádkozz el Izraelért. Tegyél jót Izraellel. Imádkozz el Jeruzsálem békességért. És áldjad őket, hogy te is áldott legyél. És légy szelíd és alázatos. Mert te is kegyelmet kaptál. Mert Isten látta, hogy hogy éltél, és ő volt az, aki a jó kertészként kivágott arról a rossz fáról, és beültetett ebbe a jó fába. Ha eljöttök velem a Lukács evangéliumának a 7. részében, akkor elérkezünk a mai napnak a kezdetére. Egy nagyszerű igerészhez. A 7. rész első verse a következőt írja. Miután befejezte beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba, egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt, és haldoklott. Itt azt látjuk, hogy Jézus Krisztus bement Kapernaumba. És volt ott egy római százados, akinek volt egy szolgája, akit ő nagyon kedvelt, és ez nagyon beteg volt, halálán volt. Ez a százados egy nemes szívű százados volt, hiszen azt írja a második vers, hogy nagyon kedvelte az ő szolgáját. És amikor az ő szolgája halálos beteg volt, akkor ő megpróbált mindent, ami az ő lehetősége volt, hogy gyógymódot találjon az ő betegségére. Hiszem, hogy a környék összes orvosának lehetőséget adott, hogy kipróbálja az ő tudását ezen a betegen. Sőt, ugye, mint római százados, erős báványimádó kultusznak az egyik magas beosztású embere, lehet, hogy különböző varázslókhoz, báványimádókhoz is elment, hát ők tudnak valamit segíteni. De nem volt segítség. Nem volt semmilyen segítség. És azt írjuk, hogy Jézus újra elment Kapernaumba. Nem először van Kapernaumba Jézus, de nagyon szerette ezt a várost. És többször visszatért ebbe a városba. Az ő szolgálata idején sok időt tartózkodott itt. És ha elmegyünk a 4. részéhez a Lukács evangéliumának, akkor valamit meg is értünk abból, hogy miért volt annyira kedves az ő szívének ez a város. Ugyanis a 4. részben, a 14. verstől beszámol arról, hogy Jézus elmegy Názaretbe, közvetlen azután, hogy ugye elkezdi az ő szolgálatát. Ennek az útnak a vége, az pedig az volt, hogy a 29. vers, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Hát ez volt az ő názareti útjának a vége. Hát sok mindent el lehet mondani a sikerrel kapcsolatban, de ez nem az volt. Tehát tanított a zsigangógában, az emberek először kedvesen fogadták, aztán úgy felindultak, hogy haragjukban, le akarták taszítani őt arról a szikláról, amire a város épült. Természetes, hogy nem tehették ezt meg. De a szívük állapota az nagyon megszomorította Jézust. Hiszen ő nagyon szerette Názaretet, és szeretett volna ott is az emberek javára szolgálni. És azt olvassuk a 31. versben, hogy Jézus lement Kapernaumba, és itt van először ez a találkozó, amikor lemegy Kapernaumba. Galilea egyik városába is tanította őket szombaton. Ők pedig ámélkodtak tanításán, mert szavának
Hatalma volt. A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott. Ah, ha mi közünk hozzád, názereti Jézus, azért jött, hogy elpusztíts minket. Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus azonban ráparancsolt. Némulj el, és menj ki belőle. Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. Ekkor rémület fogta mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz. Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek. És elterjedt a híre mindenütt a környéken. És a 40. verstől. Napnyugtakor mindenki hozzávitte a különféle bajokban szenvedő betegét, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. Ördögök is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták. Te vagy az Isten fia. De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Krisztus. Napkeltekkor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre, de a sokasága megkereste őt, oda mentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Ő azonban ezt mondta nekik. A többi városban is hirdetnem kell az Isten országának evangéliumát, mert ezért küldettem. És hirdette az igét Júda zsinagógáiban. Szóval itt vagy Kapernaumban Jézus, és Názárethez képest egy egészen más fogadtatás várja. Itt, amikor bement a zsinagógába, az emberek örömmel hallgatták Isten országának a tanítását. És olvassuk azt, hogy elámélkodtak az ő tanításán, mert minden szavának hatalma volt. Mert az Isten összes tekintélye ott volt az ő szavában. És látjuk azt, hogy elkezdi az ő szolgálatát. Megszabadítani az embereket mindenféle démonoktól. És az összes betegnek, akit hozzávittek, tudta a gyógyítását, és rátette a kezét, és mindenki meggyógyult. És az emberek felismerték, hogy Jézus az ő javukat szolgálja, hogy Jézus a menny tekintélyét hordozza. Hogy amikor ő beszél, az nem olyan, mint amikor a rabbi beszél bármikor máskor. Itt mindennek éle van, itt mindennek súlya van. Amikor ő a mennyről beszél, akkor vágyakozunk oda menni. Amikor az isteni törvényekről beszél, akkor azokat megértjük, és kedves a mi szívünknek. És amikor ő azt mondja a démonoknak, hogy maradjanak csöndbe, akkor azok csöndbe maradnak. Mert nem engedte, hogy a démonok hirdessék azt, hogy az Isten fia és az Isten szentje. Mert azt akart, hogy az emberek ismerjék föl őt, az ő beszéde és az ő cselekedeté alapján. Hogy kicsoda ő. Hogy micsoda nagy meglátogatás érte őket. És felismerték ezt Kapernaumba. És a zsidó vének is, és ez elég ritka volt azért abban a korszakban, szeretettel fogadták. Mindig nyitva volt előtte a zsinagóga, hogy jöjjön, és tegye, amit szeretne. Sőt, amikor Jézus elvonult, hogy egy puszta helyre menjen, hogy ő időt töltsön az ő atyával, hogy úgy érezze magát, mint otthon a mennybe. Hogy meghallgassa azt, hogy mit mond neki az ő atya. Hogy bátorítást, hogy vigasztalást, hogy erőt kapjon a következő napra. Hogy élvezze az ő jelenlétét és az ő szeretetét, ami éltette őt. És a legtöbbször ő mindig elvonult, hogy az ő édesatyával időt töltsön. Akkor olyan űr volt a kapernaumi emberekbe, hogy a sokasság nem bírt otthon aludni. Hanem összegyűltek, és elkezdték kutatni, hol van Jézus. És nem hagyták abba. És megtalálták őt. Kimentek arra a puszta helyre. És amikor megtalálják, akkor azt mondják neki, hogy nekünk annyira jó, hogy te itt vagy. Mert amióta te itt vagy, azóta érezzük azt, hogy ez az igazi. Mikor veled vagyunk. Hogy itt valóságos minden. Hogy a betegek meggyógyulnak, a megszállottak megszabadulnak, az Isten beszéde valóságos, hogy te vagy a Messiás, és mi hiszünk benned, és szeretünk téged. Ezért kérünk arra, hogy ne menj el,
Szeretnénk mindig veled lenni. És Jézus erre a következőt mondja, hogy el kell mennem. El kell mennem, és a többi városban is ugyanezeket a dolgokat te kell tennem. Isten királyságát hirdetnem, hogy közel jött hozzájuk, mert már ember lett a megváltó. És ott is szabadítani és gyógyítani akarom a foglyokat, a sántákat, hogy járjanak, a vakukat, hogy lássanak, a poklosok megtisztuljanak, hogy a szegényeknek hirdessem az evangéliumot, sőt a halottak föltámadjanak, és Isten szabadító királysága közel jött hozzájuk. Hirdetnem kell nekik a jó hírt, Isten országának evangéliumát, hogy aki megtér, az üdvözöl. És azt mondja, hogy én ezért küldettem. Ez az én küldetésem, hogy széllyel járjak Júdeában, és mindenhol, faluba és városba bemutassam, prezentáljam Isten királyságát. És megértették a kapernaumiak, és Jézus elment az ő evangelizációs kör útjára, ma így hívnánk. De a hetedik részben azt olvassuk, hogy újra bejött Kapernaumba. Abba a városba, ahol marasztalták, hogy ne menj sehova. Ahol az ő hitük olyan közeget biztosított, az ő befogadásuk, az ő szeretetük, az ő bizalmuk, ahol megtörténhettek a csodák. Mert Názáretben a hitetlenségük miatt nem történtek csodák. És ez a százados meghallja, hogy Jézus újra itt van Kapernaumban. És ő nagyon, nagyon szerette volna, ha az ő szolgája meggyógyul. És ezért a következőt tette. És ezt olvassuk a harmadik verstől. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Abban az időben, ugye Izrael a Római Birodalom provinciája volt, és minden városban, a nagyobb városokban római katonai vezetőket állított a császár, és itt, Kapernaumban ez a százados volt a városnak a legfőbb vezetője. Nem tartott a nagy nehézségeibe, hogy oda menjen az összes zsidó vezetőhöz, és azt mondja nekik, most menjetek el a Jézushoz, mert a szolgám beteg. És mondjátok meg neki, hogy jöjjön ide, mert szeretném, ha az én szolgámat meggyógyítaná. Ez az ember abban a városban a legfősebb törvény volt. Élet és halál ura. Bármilyen lázadásnak a csíráját is leverhette. Ő volt az, aki Római Birodalomnak a békéjét hivatott volt fenntartani, és a Római Birodalom katonai erejét hivatott volt bemutatni. De ennek a századosnak nagyon jó szíve volt. Nem ő tett bizonyságot arról, hogy szerette a zsidókat, hanem a zsidók mentek el Jézushoz, és azt mondták a Jézus Krisztusnak, hogy ő szeret minket. Ő áld minket. Ő a javunkat akarja. De nem csak úgy, hogy mondja, hanem képzeld a zsinagógát, tudod, ahol tanította, nem is, hogy régen, azt is ő építette nekünk. Ő méltó arra, hogy ezt megted neki. És Jézus elindult a zsidó vénekkel, hogy elérkezzen a százados házába. De menet közben, miután a százados elküldte a zsidóknak a véneit, elkezdett gondolkodni, hogy kihez is küldte ő a zsidók véneit? Hogy ki ez a Jézus? Kicsoda az, aki most arra kész, hogy eljön hozzá? És ő fölismerte, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Hogy ő az Isten szentje. Hogy ő az Isten fia. Hogy ő a Mesiás. Hogy ő az, aki a szavával megalkotta mindezt, ami látható, és a szavával fönt is tartja. Ő az, aki az Istennek a képmása,
és a dicsőségének a hordozója. Ő az, aki bárkihez hozzáért, az meggyógyult, és ha bárki megszállott volt, az megszabadult. Ő az, akinek a szavára minden hatalom enged. Ő az, aki a szélnek azt mondja, hogy állj, és a szél megáll. Ő az Isten, aki lejött a földre, és ezt felismerte. És hirtelen felismerte azt, hogy ő kicsoda. Hogy egy bűnös, báványimádó ember, akinek a hajlékába most a mindenható Isten készül belépni. És összeroppant. És gyorsan szólt a barátainak, hogy menjetek ki, mielőtt még ideér, és állítsátok meg, és mondjatok neki valamit. És azt olvassuk el, hogy mit mondott. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy. És ha másiknak jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Kiküldte barátait, akik ott voltak a közelében, hogy szaladjanak gyorsan, és mondják meg a Messiás Jézusnak, hogy ne fáradjon. Mert ő nem méltó arra, hogy a házába belépjen. Sőt, arra sem méltó, hogy ő elé álljon. Mert fölismerte, hogy ő egy pici porszem, aki szükségben van, és aki tényleg méltatlan. És fölismerte azt, hogy kicsoda az, aki közeledett hozzá. És ez a fölismerés, ez az első lépése annak, hogy valaki elkezdje imádni Istent. És az ő barátai elmondták ezt Jézus Krisztusnak. És mondtak még valamit. Hogyha csak szólsz, akkor ez a szolga meg fog gyógyulni. Ne felejtjük el, hogy ez egy százados volt. Aki azért volt ott, mert valaki, egy ezredes, vagy egy tábornok, vagy maga a császár, azt mondta neki, hogy menjél el Kapernaumba, és ott vezessed ezt a várost, hogy ott legyen béke és rend. Csak így mondta, hogy menjél el. És ő, mint a római hadseregnek a katonája, nem kérdezett vissza, nem kezdett el gondolkodni, legfőbbképp nem mondta azt, hogy nem. Hanem összecsomagolt, a hátára vette mindenét, amit vihetett, és leköltözött, hogy egy igen messzi földrészem szolgálja azt, aki őt elküldte. És ő tudja, milyen az, amikor egy fölötte való hatalom azt mondja neki, hogy menj el. És ő soha nem ellenkezett. Ki tudom mondani, csak nehéz. De amikor ő azt mondja az ő szolgáinak, hogy menj el, akkor azok elmennek, és azt mondja nekik, hogy ezt tedd meg, akkor ezt megteszik. És soha senki nem kételkedik ebben, és soha senki nem ellenkezik ezzel. És tudjuk, hogy a katonaságban egy hatalommal kimondott szó az parancs. Annak a megtagadása a legnagyobb büntény, amit egy honvédségben, egy hadseregben el lehet követni. És ez egy katonember. És azt mondja, hogy szerintem a barátai is katonák voltak, mert mindig hasonló szűrű barátokat keres az ember. De ez nem biztos, csak én gondolom. És oda mennek Jézushoz, és a százados fölismert valamit. Egy olyan törvényszerűséget, amely nem volt nyilvánvaló a zsidók előtt. Ami sajnálatos módon még ma sem nyilvánvaló sok ember előtt. Mégpedig azt, hogy a földön látható hadseregek bizony nagyon sok mindenben hasonlítanak egy mennyei hadsereg struktúrájához. Ha egy földi hadseregtábornok mond valamit, akkor annak nincs mérlegelési lehetősége, annak tekintélye van.
És Jézus Krisztus a seregek kapitánya, a seregek ura, a legnagyobb katonai hadvezér, aki valaha is volt, van vagy lesz. És hogyha ő mond valamit, akkor ott minden engedelmeskedik. Minden. Nem számít, hogy milyen terület. Nem számít, hogy az halott, vagy beteg. Nem számít, hogy megszállott. Nem számít, hogy földi királye, vagy hajléktalan. Nem számít, hogy emberi lény, vagy szellemi lény. Semmi nem számít. Amikor a seregek ura megszólal, és kimondja, az úgy van. És nincs senki, aki ezt megváltoztatja, és nincs senki, aki ezt semmissé teszi. És ez a százados ezt fölismerte. És fölismerte azt, hogy ő méltatlan, és azt mondja, hogy csak szólj egy szót. És az én szolgámnak meg kell gyógyulnia. Nem alternatíva, nem lehetőség, egyértelmű irány. Meg kell gyógyulnia. És nézzük meg, hogy Jézus mit reagált erre. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire küldöttek, visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Jézus elcsodálkozott, hogy van egy római százados, aki nem is zsidó, nem Ábrahám gyermeke. Akkora hite van, ami megdöbbentette, és példakét említett a többieknek, hogy láttátok ezt? Hallottátok ezt? Hogy mekkora hite van ennek az embernek? Hogy mit gondol ez rólam? Hogy én képes vagyok erre? Hogy egy ilyen bizalmat szavaz nekem? Hogy nem is kell oda elmennem, nem kell ráhelyeznem a kezemet, hanem csak itt állok, és azt mondom, hogy gyógyuljon meg a te szolgád, és az meg fog gyógyulni. És ebbe teljesen bizonyosan belehelyezkedik, hogy az ő szeretett szolgáját én meg tudom gyógyítani, így módon. Ekkora hite van. És Isten megáldja az ember hitét. És felszabadítja arra, hogy csodát tegyen. És mire az ő barátai hazaértek, együtt örültek annak, hogy ez a halálos beteg szolga, ez meggyógyult. Tudjátok, a hit az a hívőknek adatott. Az a hívők ajándéka. Ez a mi örökségünk. Ha most szeretnék egy képet adni, mint egy rossz festő, akkor következő képen néznek ki a történet. Hogy a hit az a kéz, amely Isten bőséges asztaláról le tud venni finom dolgokat, ami a hívők javára van. A hit az a kéz, amely benyúl Isten asztalához. Megragad dolgokat, ami áldásként jön. A legtöbbször nem látható, de ettől még bizonyos dolgokról van szó. Hiszen nem akárki tette ezt bizonyossá. Az, aki az egész mindenséget fönntartja, az, aki szeret minket, és ami bizalmunkra vágyik. És tudjátok, Ábrahámmal kezdtük. Fejezzük is be Ábrahámmal. Van a Bibliának egy olyan része, amit a hit és a példaképeiképpen, a hit hőseiképpen szoktak emlegetni. Én azt gondolom, hogy ez minden korszakban, minden országban nagyszerű és nagyon követésre méltó életsort tár elénk. Csak egy pici részt szeretnék felolvasni, és nem is szeretnék semmilyen magyarázatot mellé tenni. Csak szeretném, hogyha nyitott lenne a szívetek, és ha van nátok Biblia, akkor követnétek. Ez az a rész, amit a zsidó levélben Ábrahámról följegyeztek. A 8. verstől szeretném felolvasni. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult,
nem tudva, hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd darabja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá szinte már elhalttól származnak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tengerpartján a föveny, amely megszámolhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni, így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyeli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hitáltal ajánlotta föl Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétettett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott. Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. A zsidó leveled lezárták. A hithősöknek a sora az a 12. rész elejéig tart. De Isten nem zárta le a hithősök sorát. Ma is írja ezt. De azt hiszem, hogy ezek a példák. Ezek olyan példák, amiket meg lehet ragadni. Isten szeretné a mi bizalmunkat még jobban. Szeretné a mi szeretetünket még jobban. És szeretné a mi hitünket még jobban megáldani. Szeretné, hogyha növekednénk ebben. Szeretné, hogyha nem a körülményeinkre néznénk, hanem az ő beszédére. Igen, méltatlanok vagyunk mi is. Igen, a mi jó cselekedeteink sem tartanak sokkal nagyobb értékre, mint a századosnak a zsinagóga építése. Igen, mi sem lennénk méltóak arra, hogy a mindenható Isten elé álljunk. De ő megkönyörült rajtunk. Beoltatott az ő szelíd olajfájába, és életet az ő szellemével, az ő jelenlétével. De szeretné, ha elcsodálkozna a mi életünkön, mint a százados jön. Hogy azt mondaná fönt az angyaloknak, hogy wow, hallottátok, láttátok, milyen nagyra tartanak engem, mennyire bízik bennem. Vegyétek fel azt a műkaratokat, ami a hitet jelenti, hogy Isten asztalára el tudjátok venni azokat a jó dolgokat, amiket Isten elkészített. Tudjátok, a hitetlenség Isten legjobb ellensége. És valahogy ez a hit, ez olyan izom, amelyik nagyon lassan fejlődik. Sok embernek a vádlia ilyen, hogy akármennyit ez nem nő. De ha nem adott fel, előbb-utóbb elindul valami. Gyakoroljátok ezt. És tudod, ez a százados nem magáért állt föl. Nem magáért küldetett el. Nem magát helyezte előtérbe, hanem az ő szolgáját. Abban az időben egy szolgának nem feltétlenül volt nagy értéke. De ennek a századosnak jó szíve volt, és látta a szükséget. És tudta, kihez kell fordulni. Lehet, hogy neked is van egy-két ilyen ismerősöd, rokonod, barátod, aki szükségben van. És te tudod, hova kell fordulni. Ragadd meg ezt a mai napot is. És fordulj oda az Úrhoz. És kérjed, hogy szabadítsa meg, vagy gyógyítsa meg azt, aki szükségben van. Lehet, hogy nem egy látványos ember, de neked fontos. Lehet, hogy csak te ismered, meg az Úr. Ne menj el úgy,
hogy nem teszed ezt meg. Gyakorold a hitedet. És kérjed, kiáltsad, hogy szükséged van arra, hogy megszólaljon. Mert ha Jézus megszólal ma a te életed fölött, akkor nincs senki és semmi, amely annak a végzését megválsítaná. Az olyan, mint a törvény. Mert a seregek ura, ha szól, az parancs mindenhol. És ha esetleg úgy vagy ma itt, hogy még egy vadolajfának vagy az ága, vagy még nem fogadtad be Jézus Krisztust, mint megváltódat, hogy még nem várod a mennyei várost, amelyet Isten épített neked, ha ma még a bűneid elválasztanak Isten békességétől, ha ma még nem születtél újjá szellem által, ha ma még tényleg egy igazi vadolajfa vagy, amelyik vaddümölcsöket terem, de eleged van ebből, és szeretnéd megragadni az alkalmat. Szeretnéd ezt a mai napot, hogy eljöjjön a te békességed órája, Isten örömmel az ő evangéliuma megérintse a szívedet, akkor a mai nap legyen a te napod. Legyen az, amikor Isten meglátogat. Én ránézésre senkiről nem tudom, hogy ki az, aki még nem tért meg. Viszont szeretném, ha mindannyian lehajtanánk a fejünket, és imádkoznánk. És én szeretnék lehetőséget adni neked. Hogy ma úgy vagy itt, hogy szeretnéd elfogadni Istent Jézus Krisztus kegyelmével. Ha szeretnéd azt, hogy megváltozzon az életed, akkor erre lehetőséged lesz. A néléket megkérem, hogy jöjjenek föl, és dicsőítéssel segítsenek, és az imádság után meg foglak majd kérni. Ha szeretnéd ezt megragadni, akkor majd emeld fel a kezed. Lehet, hogy azt mondod, hogy ez ciki. Isten előtt nem kell szégyenni semmit. A többiek valószínűleg nem fognak látni, és ezt nem nekem, hanem Istennek mutatod meg. Ő az, aki téged vár, nem én. Ő az, aki üdvösséget ad neked, és nem én. Ő az, aki megment a haláltól, és nem én. Ő az, aki meggyógyít, ő az, aki kegyelmet ad. Neki emeld fel a kezed. Ő vár rád. Ő az egyetlen megoldás az életedre. Jézus Krisztus, Izrael Szentje, az egyetlen Messiás. Aki azért jött el, hogy meghalljon minden ember bűnért, és a feltámadásával mindazoknak, akik befogadják őt, örök életet adjon. Imádkozzunk. Édesatyám, porszem emberek vagyunk, de te mégis, Uram, megtaláltál minket. Nem volt semmi esélyünk, de te esélyt adtál. Nem volt reménységünk, de te reménységet adtál. Uram, féltünk a haláltól, de te elvetted a félelmünket. És hitet adtál nekünk, Uram. És kegyelmet adtál, Uram. Uram, megalázó a te kegyelmet. És annyira szeretnénk, hogyha azt mondanád ránk, hogy megtöbbentő, hogy mennyire hisztek bennem. Segíts meg minket, Uram. Segíts a mi hitetlenségünkön. Növesz bennünk, Uram, a bizalmadat és a szeretetet. Növesz bennünk a te hitedet. Hadd lehessünk olyanok, Uram, akik nem csak tudják a fejükkel, de érzik a szívükkel, hogy milyen hatalmas a názáreti Jézus. Uram, és én köszönöm, hogy a te kegyelmed ma is tart, hogy aki ma hozzád fordul, Uram, az nem szégyenül meg. Hogy aki ma melletted dönt, Uram,
azt te meghallgattad. És megkérlek mindenkit, hogy ha még nem csukta be a szemét, akkor azt csukja be. És ha te így vagy ma itt, hogy szeretnéd átadni az életedet a mindenható Istennek, akkor vald meg ezt előtte, és emeld fel a kezed. Emeld fel, senki nem lát, emeld feljebb. Látlak téged, téged is látlak. Isten áldjon, téged is látlak, téged is látlak. Szeretném, hogyha mindannyian együtt imádkoznánk, és támogatnánk őket is ebben az imádságban is. És mondjuk el hangosan együtt, mint egy megvallást, azt az imádságot, amellyel behívjuk újra az Istent az életünkbe. Drága Istenem, köszönöm a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban nekem adtál. Köszönöm azt, hogy szeretsz. És köszönöm, hogy minden bűnömért, Uram, te kifizetted az árat. Köszönöm a megváltást, hogy legyőzted a halált, hogy már nem kell félnem tőle. És én most megragadom a lehetőséget, és hívlak téged, hogy jöjj be az én életembe. Ülj fel az én szívem trónjára. Légy az én Uram, az én Istenem. És bocsáss meg minden bűnömért. És szeretnék engedelmes lenni a te szavadnak. És itt maradni a te jelenlétedben. Életem minden idejében. És várom azt a napot, amikor ott állhatok. És láthatlak téged. De addig adj hitet, hogy megmaradjak te veled. Köszönöm a kegyelmet. Jézus nevében. Amen. Amen. Akik fölemeltétek a kezeteket, Isten hozott az élő klubjában. És legyetek áldottak, és növekedjetek. És most pedig, ahogy imádni fogjuk az Istent, leszünk itt egy páran, akik azért fogunk itt állni, hogy segítsünk imádkozni. És ha bárki van a szívetekben, akiért szeretnétek imádkérni, ha bárki van, akit szeretnétek Isten előhozni, vagy ti magatok, akkor gyertek bátran. De ha már csak ott maradsz a helyeden, akkor is töltse időt vele, mert vár rád. King of Kings, Majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, beginning and end, all within your throne, Majesty, I can but bow, I lay my all before you now, in royal robes I don't deserve, I to serve your majesty, King of Kings, Majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend.
Devo già chiraio, te che si vende, te voglio mindere, o se te. Chiede scemo sorso, mutasht me che si vede, onore tu se che io vende. Hatalmas Isten trónomnál leborulva dicsérje téged vár a szívem szüntelen méltó várad aki értem adad vére minden
lebo rúva dicséje téged bár a szívem szüntelen. Méltó bára, aki értem adtad végre minden imádat. Téged illet trónodnál, lebo rúva dicséje téged bár a szívem szüntelen. Méltó bára, aki értem adtad végre téged imádok. Téged illet, téged szívem vagyja, hogy dicsenje. Uram, egész lelkem csak téged áll. Mindenem, ami most átadom, csak téged imádlak, megváltom. Uram, tiéd a szívem, átadom neked, csak és minden egyes percben deformál életem. Uram, tiéd a szívem, s átadom lelkem, csak érted éleké minden lélegzetem, s minden egyes percben deformáld életem. This is my desire. This is my desire, Jesus, to within me, Jesus, I give you praise. It's all that I adore is in you. Csak érted éleké
te, és minden egyes percben deformáld életem. Uram, tiéd a szívem, adhatom lelkem, csak érted élek én minden lélegzettel. S minden egyes percben te formáld életem. Yes, Lord, I give you my heart and I give you my soul. I live for you alone with every breath that I take. Every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord Jesus, we sing to you, Lord, have your way in me. And I have no translation again, but that's okay. Lord, have your way. And we're like that. That man who said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof. Lord, we're not worthy. Who is man that you're mindful of him? Or the son of man that you should visit him? And you visit us. And you want to be with us daily. You want to speak to us. Who are we that you're mindful of us? Creator of heaven and earth. You want to be with me. You want to speak to me. In Daniel, it says that the people that know their God will be strong. And it says that they're going to carry out great exploits. And Jesus, we want to put our faith and our hope, our trust in you, because you're able to do great things. You take a grain of mustard seed and you turn it into a huge tree. Nothing's impossible for you. And we want to leave tonight in our hearts that with God, all things are possible. The mountains, they melt in your presence. You look down from heaven, you see all the sons of men. And you're wanting to prove yourself strong on each one of their behalves. As we put our faith in you, God, would you prove yourself strong? Would you prove yourself mighty? So that with all of our heart and with all of our lives, we can say, God is awesome. You're amazing. There's nothing impossible for you, God. May our hearts truly know that. Help us to step out in faith and to walk in those things that you're calling us to walk in. You want to reveal yourself. You want us to know you. You want us to see your power. So have your way.
We just want to be obedient to the things that you're telling us to do. Help us to do that. And then we can watch you do amazing and wonderful things. Enakeluk uram tie dosida. Uram tie dosivem ata dom leke chokete lekin mindan lelek zata és minden egyes percben. Ha bárkinek van egy dal a szívén, akkor kezdj el énekelni. You have to sing good. Próbáld meg jól elénekelni. Csak vicc. Énekelj az Úrnak komolyan. Ha van egy dal a szívedben, jó. Ha van egy bal a szívedben,
énekelj az Úrnak, énekelj. Én nem vagyok egy dicsőítés vezető, ti vagytok a dicsőítés vezetők. Komolyan. Éneklünk valamit. Not just one song. Go ahead. It's okay if we have like five or six at the same time. Just sing. Why not? És légy velünk a jövő héten. Uram, hálásak vagyunk a mai estért.
áldjuk a te neved, dicsérjük a te neved, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Hát áldott hetet, maradjatok, élvezzetek a közösséget, jövő héten találkozunk.